Kultúrös Vény mai adásában először Ungvára, a Boksai József Kárpátaljai megyei Szépművészeti Múzeumba látogatunk, a Révész Imre Társaság téli tárlatának megnyitójára. Innen Tiszapéter falvára viszutunk, ahol a Kárpátalja gyöngyszemei programban résztvevő fiatalokkal és hagyományőrző törekvéseikkel ismerkedünk meg. Majd a nagyszőlősi Révész Imre galériába indulunk, Klisza János festőművész, Pasztellel a tájban című kiállításának ünnepélyes megnyitójára. Tartsanak velünk! A Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága tagjainak munkáiból nyílt kiállítás Ungváron, a Boksai József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban. A tárlat minden évben alkalmat nyújt arra, hogy a művészek értékeljenek és lezárjanak egy alkotói évet, összegezzék az elmúlt 12 hónap munkáit. Hát ez a téli tárlatunk már ugye hagyományok szerint mindig a karácsonyi időszakban, az adventi időszakban jön létre. Azért is kötjük a december 24-éhez, mert a társaságnak a nem hivatalos alakulása, arra gondolok, hogy nem a hivatalos bejegyzési időpontja is egy ilyen karácsonyi beszélgetésrehez köthető. És ezen a téli tárlaton, ehhez a karácsonyi, ilyen kis ünnepi hangulatban mindig az egész éves programunkat összegezzük, és a tagságnak a munkáit mutatjuk be. A rendezvényen került átadásra a Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága által alapított díj, melyet idén Soltész István festőművésznek, a RIT tiszteletbeli tagjának ítéltek oda. A mecénás kategóriában Olena Prihotykó művészettörténész vehette át az elismerő emlékplakettet. A díjak részét képezi az Erfán Ferenc ipar- és festőművész tervei alapján készült bronzérem, egy oklevél és egy egyszeri jelképes pénzjutalom. Az a kitüntetés, amelyben ma részesültem, hatalmas meglepetés volt a számomra. Csak egy szerény rész az, amivel hozzájárultam a közös ügyünkhöz, de kiemelném, hogy a magyar művészet mindig is érdekelt, különösen a két világháború közötti időszak, vagyis a 20. század eleje és közepe. Ez egy nagyon jelentős szakasz az európai kultúra fejlődésében. Azt mondanám, hogy ebben az időszakban a plenér festészet és az impresszionizmus terén a magyarok az első helyen állnak, megelőzve a franciákat. Ezért is foglalkoztatott annyira ez a korszak, és pont a magyar képzőművészet. Nem kis szerepe volt ebben annak is, hogy bennem is magyar vér csörgedezik, hiszen a nagymamám magyar volt. Valószínű, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ebbe az irányba vitt az érdeklődésem. Minden esetre az, hogy ma ilyen nagy kitüntetésben részesültem, ezt nagyfokú megbecsülésnek veszem. Már fél évszázada dolgozom a múzeumban, viszont folytatni szeretném a tudományos munkát, és kimondottan ebben az irányban a magyar képzőművészet és annak történelme terén. Хотіла продовжити наукову роботу саме в цій галузі, в галузі угорського мистецтва, історії угорського. Kiállítás megnyitása és kárpátaljai magyar személyiségek művészek teljesítmények jelesítése, díjazása mindig szép. Bacskai József főkonzul beszédében kiemelte, egy kiállítás megnyitása és a kárpátaljai művészek díjazása mindig szép és nemes feladat. Üzenete, hogy nem hiába való a kárpátaljai magyar kultúra megmaradásáért folytatott küzdelem. A kárpát-medencei kulturális élet egyik gyöngyszeme Kárpátalján van. A kárpátaljai művészek, magyar művészek, ukrán művészek különleges hidat képviselnek a két ország kapcsolatában,
Az ungvári főkonzulátus erre a hídra is támaszkodik, amikor segíteni akarja a magyar-ukrán kapcsolatok alakítását. A mai művészek, akik kitüntetést kaptak, illetve elismerést kaptak, ennek a különleges közösségnek az csodálatos tagjaik, akik rengeteget dolgoztak azért, hogy a Révész Imre Társaság fennmaradjon, működjön és fejlődjön. A főkonzulátus 7 évvel ezelőtt kezdte meg a Révész Imre Társaságnak az ilyettén való támogatását. Az eddig kitüntetett művészek mindegyike megérdemelte ezt a csodálatos elismerést, hogy mára egy méltó jelképe a két ország kapcsolatának. A Révész Imre Társaság harmadik alkalommal hirdetett ösztöndíjpályázatot fiatal kárpátaljai művészek számára, amelyet idén Mocsán Sándor festőművész nyert el. Engem inkább jobban érdekelnek a zsánerképek, vagy a portrék. Kevesebb tájképet festek, de miután jött az a lehetőség a konzulátus által, hogy plenerre menjek 10 művésszel, azután egyre jobban elkezdtek érdekelni a plenner festészet, fortéjai. Tavaly évben is próbálkoztam, akkor nem sikerült nyernem. Idén újabb munkákkal, javarészt tanulmányrajzokkal azért, mert mindig tanulok. Kevesebb időm van a saját festményeimre. Ezáltal szerintem nagyobb lehetőség van arra, hogy megmutassam magam, és a RIT által is nagyobb a lehetőség. Szélesebb körül, és hát még egyszer nagyon örülök neki. Az idei téli tárlaton a szervezet 24 aktív tagjának munkái, illetve Matul Árpád család című kis plasztikája tekinthető meg. Hát ez már egy ilyen tradíció, meg ez egy ilyen évzáró program kiállítás mindig. Igazából már tradícióval vált, mert ez nem csak a amit a Bacskai József főkonzul is említett, hogy ez egy olyan évzáró kiállítás, amelyik több programról való beszámolás. Elég fontos az, hogy ez egy olyan időszak legyen, hogy legyen munkanap is, legyen kimenő nap, átviszeljük ezáltal az ünnepeket is, közben meg esztétikai látnivalót is adunk a nézőnek. Tehát igazából mindent igényt szeretnénk kielégíteni. Az alkotások a múzeum 4 termében kerülnek bemutatásra. A díszteremben kiállított, a kárpátaljai festőiskola hagyományait követő képeken az évszakok elevenednek meg. A másodikban az absztrakt alkotások kaptak helyet, míg a következőben a kissé melankolikus témákat feldolgozó munkák. A negyedikben pedig a grafikus, dekoratív és illusztratív művek láthatók, illetve ott találhatók ifjabb és idősebb Hidi Endre plasztikái is. Jelen tárlat január 22-ig tekinthető meg a Boksai József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban. A magyar népdalok megőrzését és továbbadását tűzték ki célul a Kárpátalja Gyöngyszemei programban résztvevő fiatalok, akik nem csak a népi énekek előadásában jeleskednek, hanem aktívan részt vesznek azok gyűjtésében is. Hamarosan az egyik foglalkozásukra látogatunk. Nagy Dobronyi népdalt tanulnak a Kárpátalja Gyöngyszemei programban résztvevő fiatalok Tisza Péter falván.
A hagyományőrző csoport megálmodója Kukas Erzsébet volt, aki 5 évvel ezelőtt azzal a céllal indította el a foglalkozásokat, hogy a fiatalokkal jobban megismertesse népi kultúránk eme csodálatos világát. Zenész családban nőtt fel, így először az édesapja által alapított népi együttes tagjaként, később a Napsugár hagyományőrző gyermekcsoport vezetőjeként is tevékenykedett. Ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát ez a kis csapat, akik nem csak népdalaink előadásában jeleskednek, hanem aktívan részt vesznek azok gyűjtésében is. Nagyon szeretem mondani, hogy az énekesek egy kicsit külön helyszínen, ahol csak az énekléssel foglalkoznak, nem tánc közben, nem zenélés közben, és akkor így álmodtam meg ezt a Kárpátalja gyöngyszemei programot. De legfőképpen ez már akkor alakult így ki bennem, amikor, hogy régi, amikor gyűjteni jártam, és akkor láttam, hogy hajlandóságot éreznek az idősek arra, hogy ők ezt megtanítsák a fiatalabb generációnak, és ezt azért gondoltam így, hogy mennyire csodálatos lenne, hogyha Kárpátalján is elindulna ez, hogy például ne csak én általam, aki egy tanult népdalénekes vagyok, hanem az öregektől szájhagyomány útján, akár Nagypaládról, Szőlős Gyuláról, Nagy Dobronyból tanuljanak ezek a gyermekek. Szeretem a legjobban, ezzel tartulom gyorsan. A Kárpátalja gyöngyszemei programban résztvevő fiatalok évente több alkalommal is ellátogatnak a vidék magyar lakta településeire, hogy az idősebb generáció tagjaitól sajátítsák el a már-már feledésbe merült dallamokat. Legutóbbi gyűjtésük Nagy Dobronyban volt, ahol az énekek mellett népi játékokat is tanulhattak a gyerekek. Erzsike szerint ezek az alkalmak a helyi hagyományőrzők számára épp olyan fontosak, mint a tanulni vágyó fiataloknak. Kapnak egy olyan átadó és örökítő szerepet, ami az idősek életében nagyon fontos, hogy van, aki meghallgatja őket, van, aki tanulni szeretne őket, és ők úgy érezték, hogy ezek a népdalok már nem olyan értékesek a fiatalság szemében, és ez most nekik egy nagyon-nagyon nagy élmény, és úgy viszont ezeknek a gyermekeknek is, akik évek óta úgymond foglalkoznak és tanulják a népdalokat, megszerették ezt kicsikorukban, ugye így a Napsugár és a Kokas Banda programjainak köszönhetően. A foglalkozásokon az énekek dallamainak helyes elsajátításában Kokas Károly segítkezik, harmonikán kíséri a fiatalokat. Az ének az emberi léleknek a tükre és a muzsika, hát nagyon sok mindent tud nyújtani, egyfelől támaszt, tisztaságot, a másik oldalról pedig nekem is nagyon jó velük énekelni, mert hát már egy jó pár éve kísérem ezeket az énekes lányokat, és hát büszkén mondhatom, vagy nem tudom, hogy ez egy csoda, hogy rossz hangú gyereket még nem is kísértem. Mert szerintem egyszerűen olyan tisztán szépen énekelnek, hogy hát öröm velük muzsikálni, meg hát nem is lehet rosszul kísérni őket. Erzsébet két tanítványával nemrég benevezett az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület pályázatára. Az egész Kárpát-medencét felölelő megmérettetésen népi ének kategóriában elnyerték a Népi Örökségünk kiváló mestere és tanítványa címet. A sikerhez természetesen elengedhetetlen volt a sok gyakorlás, mondja Laura, a győztes csapat egyik tagja. Nagyon sokat gyakoroltunk, én is otthon sokat, nagyon így izgultam az elején, de így a végén már tudtam, és így egy picit csodálkoztam, amikor meggyőztünk, nagyon örültem neki.
Abigail már kisgyermekkorától foglalkozik a népdalokkal. Elmondása szerint a Kárpátalja Gyöngyszemei programnak köszönhetően sikerült még jobban fejlesztenie énektudását. Amióta ide járok a Kárpátalja Gyöngyszemei programra, azóta sokkal közelebb kerültem a népdalokhoz, sokkal több mindent tudtam tanulni róluk, és nagyon sokat foglalkozok vele azóta. Amit a legjobban szeretek énekelni, az a Nagy Dobronyi és a Kalota Szegi népdalok. Ezután minden tanulásomat a zeneköré szeretném építeni, és az énekléssel szeretnék foglalkozni, hogy majd, ha lehetőleg szerzek egy diplomát, akkor haza tudjak jönni ide Kárpátaljára, és tudjam a hagyományainkat fejleszteni, és továbbadni majd az utódainknak. Az idejáró fiatalok az utóbbi időben számos olyan rendezvényre kapnak meghívást, ahol egy-egy előadás keretében lehetőségük nyílik a népművészeti örökségünk eme színes tárházának bemutatására. Jól tudják, ezeket a gyöngyszemeket nekik kell megőrizniük, hogy azok fennmaradhassanak az utókor számára is. Klisza János építész, festőművész munkáiból nyílt kiállítás a nagyszőlősi Révész Imre galériában. Nem sokára a tárlat megnyitójára látogatunk. Pasztellel a tájban címmel nyílt kiállítás Klisza János grafikus, építész alkotásaiból a nagyszőlősi Révész Imre galériában. A tárlaton a művész bemutatta az elmúlt időszakban született alkotásait, de helyet kaptak a 80-as években készült művei is. Ez a mai kiállítás egy kerek évnek a lezárása. Ugye kezdtük februárban, akkor is a Révész Imre társaság, akkor több tag állított ki, és szerettem volna, hogyha ők is fejezik be, közülök valaki. Krisztának gyönyörű szép pasztelképei vannak, gyönyörű szép teletábrázoló képei. Hát reméljük, hogy sikerül ezzel a kiállítással egy kis meghittséget, egy kis nyugalmat varázsolni. Egy ház, ha jól meg van tervezve, az számít ami lehet, hogyha te szerencsét hoztál a családnak. Klisza János építészként végezte tanulmányait, később különböző technikákat alkalmazva kezdett el festeni. Grafikai munkáinak alapanyagaként a pasztelt választotta. Alkotásaiban a Kárpátaljai Festőiskola hagyományai ötvöződnek az építész látásmódjával. Leginkább tájképeket, csendéleteket, kompozíciókat fest. Ezekből a műveiből válogatott a mostani tárlatra. Kezdtem akvarellel, mindenféle technikával dolgoztam csak, mint építész, olyan skiccelés, meg minden, és ez a technika nagyon jó, mert át lehet rajzolni, és ez rajz tulajdonképpen, mert a művészi kréta, az tulajdonképpen, mint a ceruza, csak vastagabb. Na, hát ez a technika megtetszett nekem, mert lehet javítgatni, letörölni, újra csinálni, aztán a vég, mikor már vége van, úgy érzel, hogy már kész van, akkor rögzíteni, és akkor pontosan olyan, mint a többi, mint a olaj, vagy tempera, vagy akril, vagy akvarell, vagy bármilyen technika. De sokkal többet lehet vele elérni, mert puha technika. Thank you.
Én kezdtem fekete papíron, kartonon inkább mondani, dolgozni, mert azon egyből látni volt a vonalakat, amit csinálom. Most pedig már színeseket használom. Például itt hátam van egy zöld papíron, fese alig-alig hozzá van ére, pasztellel is megvan, ki van az egész, az hangulat, meg minden rajta. Hát, hogy mondjam, mostanában én most már átmentem a figurális portréra, meg már ilyen komolyabb munkára. Összehangolottam ilyen munkákat, ahol van egy csendélet, van egy is építészeti dolgok, vannak virágok, vannak olyan kompozíciók, ahol az emberek is rajta vannak. Hát ilyen, egy kis kiállítás, kamara kiállítás. Amit látunk tulajdonképpen, az az adott művésznek a lelke. Egy embernek a legérzékenyebb pontja. Gudron Katalin, a KMKS nagyszőlősi középszintű szervezetének irodavezetője a rendezvényen megköszöntek Lisza Jánosnak, hogy elhozta ide a műveit, amelyek által a lelke egy darabját is megmutatta az ugocsai művészet kedvelőknek. Hozzátette, a Révész Imre galériának köszönhetően a helyieknek lehetőségük nyílik arra, hogy a mostanihoz hasonló kulturális programokon vehessenek részt. Remélhetőleg ez a galéria lesz a ugocsai magyarság, és nem csak a magyarság, az ugocsaiak kulturális bázisa. Szeretnénk azért küzdeni, hogy tényleg ez egy bázis legyen itt, hogy a helyi és nem csak helyi magyar művészeknek legyen terük, ahol nyugodtan kiállíthatják műveiket, ahol üdvözlik a művészeti alkotásokat, ahol van lehetősége a magyar művésznek, a magyar érdeklődővel tudatni, hogy milyen kincseket őrzünk mi otthon. A felnövekvő generációnak meg kell mutatnunk, hogy művészet nem a telefonokban és a mai internetben van, hanem a művészet itt van közöttünk. A művész lelke az körülleng bennünket, és amikor elmehetünk egy ilyen helyre, ahol nem csak kép, bármi, ami művészeti alkotást láthatunk, az élő művészet. Azt megnézhetjük, azt magunkba szívhatjuk, azt megtapogathatjuk. A kiállítás megnyitóján Pálos Hajnalka, fiatal nagyszőlősi művész előadását is megtekinthették az ide látogatók. A meglepetésünk a Hajnalka, nagyszülősi. Nekem az, aki ismer engem, tudja, hogy szívügyem a fiatal tehetségek felkarolása, bemutatása, esélyt szeretnék adni nekik, hogy vagy így, vagy úgy, de láthassák, hallhassák. Ő egy leendő opera énekesnő. Hát fogadjuk nagyon nagy szeretettel. Jelen tárlat január közepéig tekinthető meg a nagyszőlősi Révész Imre galériában.